Beim Giro. Hullanak már, a csillagok, és mi mégis itt vagyunk. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást. Te vagy az Anna, te is eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Ő a bűnös, aki most találkozik. 10 évvel ezelőtt itt volt a Fúvós zenekar, ugye, Osziék is itt voltak. És akkor ugye másnap a Mari mondja azt, hogy és mi? Hát mondom, gyertek a 70-esre. Hát én azt belmondottam. Dirigálja, hogy merre menjünk. Gyertek, jó? A szoprán baloldal. Évi, mennek az ujjak? Mennek, látod? Na! Képzeld el, mi volt a gyakorolni! Én tudom, hogy el gyakorolni kell! Ne kapkodjatok! A lányok itt maradnak, érvédik a súlyt. A repertoár addig. Hát ha írsz igazolást volna, akkor... Én mindig írtam igazolást, de aztán, hogy... Még valamit el is fogadták, nem? Azt hitték, hogy valami komoly ember írt alá. Na, egy pillanat. Ha szeretnék hivatalos lenni, akkor azt mondanám, hogy kedves Tréli György, de én azt mondom mindannyiunk nevében, hogy kedves Gyuri. Szeretnék neked nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Ez a 70-es, ez egy nagyon szép kerekszám. És egy ideje már készülünk, hogy egy kis zenés ajándékot tudjuk majd neked átadni. Rengeteg diák és zenét tanuló gyerek fordult meg a kezeid között, akiket mindig türelemmel, szeretettel, hatalmas empátiás készséggel tanítottál és neveltél. Közvetlen és nyílt vidám személyiséget az egyik védjegyed. A zenei csoportok közül a gitáros csoport volt a legelső. Rengeteg helyen és rengeteg eseményen szerepeltünk. Volt közte iskolai, falusi rendezvény, nemzetiségi fesztiválok, béketalálkozók, mert ugye még akkor az is volt. És ott kaptuk ugye a kikérőket, aminek mindig nagyon örültünk. Névadó. Esküvőkös. Társzámadáson, ahonnan most is őrizzük még a tárcákat. És még nagyon-nagyon sok rendezvényen. És még egyszer elvittetek minket a Balcsira zenei táborba is. Szemes. Egy zsákból, hát nem volt kis feladat, azt gondolom. Köszönettel tartozunk, mert megtanítottál minket a zene szeretetére, a muzsikálás örömére. Emlékezz csak vissza, amikor a szereplésekről hazafele jöttünk a buszon, és hólyagosra gitároztuk az ujjunkat, és reketre énekeltük a hangunkat. Hát ez volt az igazi örömzenélés, amit szívből és önként tettünk. És még egy óriási érdemed van, hogy mindezek mellett közösségeket kovácsoltál. Mert néhány héttel ezelőtt elkezdtük összegyűjteni a névsort, és megszólítottuk az emberekhez, hogy ki az, aki el tudna jönni, és ki venne szívesen részt ezen az eseményen. Önként és dalolva és mosolyogva mondta mindenki, hogy igen, igen, ott leszünk. Nem volt szükség sokat gyakorolnunk, mert hogy mindenkinek a zsigereibe volt már építve a megfelelő szólamok, az altok, a szopránok. A régi kottáinkat kerestük elő, úgyhogy nagyon-nagyon örömteli időszak volt ez. És vannak sajnos olyanok, akik nem tudtak eljönni, de
de telefonon ők is mondták, hogy szívvel és lélekben ők is itt vannak, és nektek minden jót kívánnak. Köszönöm. És ne feledkezzünk el a Margitról sem. Oh. Aki segített téged abban, Gyuri, hogy rengeteg időt szállj a gyerekekre, és lehet, hogy éppen a kertkapálást vagy a fűnyíró tologatását vállalta el helyette, hogy velünk együtt lehessél. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt neki, és gyakran szegénynek végig kellett hallgatni, amikor mi ott az előszobában, vagy itt az előtérben énekeltünk, ha jól, ha rosszul, úgyhogy ha tetszett, ha nem, meghallgatta, és köszönjük neki is ezt a sok türelmet. És a Francisnak is köszönjük a támogatást, a jó ötleteket, a véleményeket, és azt, hogy nagyon jó cinkosunk volt. Kedves Gyuri, kívánjuk neked az elkövetkező időket, nagyon jó egészséget, örömet és további aktív életet, és még nagyon-nagyon sok boldog születésnek. Köszönöm. Köszönöm. Két mondatot mondta én, általában sokáig tart az a két mondatom, de fantasztikus. Ez egyszerűen fantasztikus, ugye, hogy ennyien ráértek meg, hogy ennyien gondoltatok még erre a dologra, mert tényleg olyan szép volt. Az én emlékezetemben is azt tudom mondani. Hát ugye Anikóval kezdtem, ugye először ő volt az első fellépőm, egyedüli, egy ilyen falu gyűlésen, ott állt a egyedül. Leszeket énekeltem. Ja, és tényleg utána mindig nem kellett rábeszélni senkit, ugye jöttek a csapatok szépen sorba, akár utána a citerára, de szóval nagyon, és hát a ti világotok nem a mai világ volt még, ugye? Egyszerű volt. Ha kaptunk egy Juditot valahol, már örültünk, így van? Ha el tudtuk jutni Tatabányára, az nekünk olyan volt, mint hogyha a Stramlival elmentünk Hatstedbe, ugye? Tehát, mert annak idején ez volt, hogy Fehérvárra egyszer eljutottunk a veletek, ugye? Hát arra azt nem tudjuk elfelejteni, mert az nagy dolog volt. És az, hogy hát a Jóisten megadta azt, hogy én is itt lehetek még veletek, mert amikor azért 60 éves koromban azt mondtam a Marinak, hogy ha gyertek, ha 70 leszek, akkor azért úgy, ezt csak úgy vízből mondtam. De hát az, hogy ez most már nem ismerem folytatni. Na, akkor én mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenkinek. Látom, kedves Vértas Tornaiak is itt vannak. Nagyon örülök nektek, mindenkinek. Leginkább a családomnak örülök, hogy itt vannak, és most jönnek. Most várom azt, hogy... Szerintem hogy jó, leülhetek. Mikor látunk majd jól.
Vigyél! Aki szintén végig hallgatta a próbáinkat. Ki? Bizony, akartam is jelentni. Figyeljetek, ez úgy szól, mint annak idején a ballagás. Hát semmi, a hangotok is olyan tiszta, mint úgy. Úgy csinálom. Hát én magára meghallottam őket. Hát ezt csináltam. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró. Svékába gabonán, árva kezemmel parulát. Lámpába lángot ne keljen, korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitel széjjel ne dőljön. Thank you.
Boldog, boldog,
nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És hogyha az időtök megengedi, egy picit maradjatok még, jó? Megmondom őszintén, azért is szeretném, ha maradnátok, mert én is készültem egy nótát. Baj. Azért mondom, hogy most, tehát most, mivel tényleg sokat fáradtatok, meg az, hogy ez így létrejöhetett, ez egy dolognak köszönhető csak. Azt nem biztos, hogy tudjátok. A jó Istennek, mert azt tudod, hogy én a Margit nénivel, Margittal, mi már készülünk a jövőkre is. Nem tudjátok, hogy milyen jövőre készülünk. Jöttünk egyszer a templomból hazafelé, és jön ki egy anyuka közületek. Gyuri bácsi, hol voltak? Mondom, a templomban. És miért voltak? Mondom, mert a jövőre készülünk. Jövőnkre. Na. Tehát ez a lényeg. Mi most megyünk majd, és hálát fogunk adni a jó Istennek. Akármikor, ha élek még, hát akkor mindig lesz mire gondolnom. Tudjátok, mert ennél nagyobb kitüntetés. Én kívánom mindenkinek az életébe, hogy legyenek ilyen percei. Mert ti is megérdemlitek, mint kicsit nagy képűség ez, hogy ennyien jöttök, és mondhatom, hogy szerettek, ugye? Ja, és... Hát szeressenek titeket is, és biztos, hogy fognak is, mert ti úgy nőttetek fel, így van ebben a szeretetben. Nem véletlenül tudunk sírni egy nótán, nem? Meg nem véletlenül örülünk ennek. Hát, ez egy fantasztikus dolog. Csücsüljünk le, jó? Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja a gyerekeket is. A sztori az megy továbbá, mert ugye tavaly a Mari jött ezzel, hogy és mi. És most már megint, de most eldöntöttem, úgy csináljuk, hogy ne legyen harag, hogy jöhettek akár minden évben is, tehát az sem probléma. De a 80-asat az odaadtam az alárdának. De 90 meg a 100, az már együtt legyen, jó? Mert hát, ha nem élitek meg, és akkor én itt állok egyedül. Tehát azért 89 között, vagy 8, tehát akkor már tényleg megpróbáljuk ezt. Hát, ezt én nem tudom, hogy ez. És a Marika, aki talán ő volt a egyszál harmonikás, aki most, de van itt harmonikás, csak azok visszatogták magukat. Kárpáti Szilvi, az is nagyon, meg azért vagyunk itt. Úgyhogy, na és akkor most eleget átadok, csücsüljetek, jó? Meg kell vágni a ide jöhet mindenki boldog születésnapot kívánni, nehogy valaki kiadja.
Örülök neki. Krisztina! Az első szereplők egyike. Nem tudjátok az első szereplők. Mi lefesek vagyunk. Képviselték magukat. Szia! Sokáig még. Jó, köszönöm szépen. Kedves kolléga. Még mindig úgy szól a hangod, hogy tudok. Mondja, mindenki itt van. Mindig azt mondom, bánom az ilyetem legjobban, amikor volt egy ilyen társatok, emlékszel? Ebben jó van. Biztos megérdemel. Ja, de az Andi nekem másik. Tudom. Most azóta én is pedagógus vagyok, én is megérdemel. Jó, köszönöm szépen, hogy ő is akkor gondolt rám. Ja, jó. Én is üdvözlöm őt, jó? Jó. Az a finom harmonika játékod, úgy tetszett az új rended mindig, hogy olyan egészen másképp játszottál, másképp mind a többi. Ja. A Sramlis, szia! Tudnám még énekelni millió rózsaszár? Az volt a nagy sláger a Tőcsvacsárdában, így van annak. Jó, de csücsüljetek le, jó? Nagyon fontos dolgokat kívánok, hogy úgy legyen. Jó, örülök, hogy találkozunk. Isten éltessék sokáig, nagyon sokáig, erőben egészséget. Kedves rokon, neves rokon. De nagyon jó, hogy itt vagy, hogy fantasztikus. Szia! Itt van az ifjú, a legújabb csapatomnak a tagja, de még nem állt össze a csapat, így van? Igen. Mondjad, Emma. Igen. Így, mint rokonyok, így van? Nagyon boldog füli napot kívánok neked! Kedves Hova néni, emlékem van abból, hogy egy kicsit benne voltam abban, hogy óvónő. Igen. Mert anyuddal szövetkeztem akkor annak idején. És jó, mert jó helyre kerültél. Én is tudom mondani, hogy akár a Vivian hogy jó szakmát választottál. Hát, Isten éltesz neked. Ja, köszönöm szépen. Én nem tudom, de én nem emlékszem rá, hogy én. Sőt, voltál a Sziget Panzióban műsorban. Igen. Ja, jó van. Üdv az oszat. Lehet, hogy nem érte. De annyi, egész nap ment a telefon. Aha, jó, biztos, hogy lesz. Gyertek, csücsüljetek le! Kedves titelás csapat! Ez pedig van. Ez jó. Ez jó.
Citerácsok, hát valami aki dudás akar lenni, megtanulni. Gyertek, csücsüljön, a csücsüljön le mindenki, gyertek. Aha. Hát az anyukád a hibás, ezért az egész gitár ügyén. Nem, én voltam a hibás, mert hogy az iskolából két felé lehetett hazamenni. Iskolakertnek a rövidebb úton, és a falunak a hosszabb úton, és akkor ott az importcím volt, és egy gitár volt a kinakadó. Igen? És én mindig a hosszabb úton mentem haza, mert én ezt a gitárt mindig megcsodáltam. És egy alkalommal karácsony közeletével eltűnt a gitár a kinakadóból, és én kész voltam. És fokokba mentem haza. A Jóisten éltessen, sokáig is tartson meg közöttünk, egészségbe, szeretetben. Isten éltessen sokáig. Nagyon szépen köszönjük. Először engedjétek meg, fiatalok, hogy a Dalárdáról beszéljek. 9 évvel ezelőtt történt a telefonos megkeresés, és a jó Isten megsegített engem erőben, egészségben, hogy veletek lehettem. És kaptam egy ilyen ajándékot az életembe, ugyanis én gyermelyen kezdtem tanítani valamikor. Nagyon-nagyon régen.
van itt most pont olyan, nincs abban, abba, csak ott. Tehát, és visszakerültem nyugdíjas koromba. Látjátok, ez egy más stílus, ugye? Te előbb énekeltek a lányok itt sváb nótákat, meg egyéb dolgokat, de magyar nótát nem énekeltek. Hát mert ugyanis a Gyuri bácsi nem tudott magyar nótát, és nem is tanítottam nektek, ugye? Nagyon. Talán a Hatchnetbe énekeltük az a szépet, meg ilyeneket. Tehát ennyit a Dalárdáról. Kedves Dalárd, egy kicsit gyertek, följebb, hogy lássátok itt a... De Gyuri, ide készítettünk vadokat. Jó, de ide egy picit, hogy meg tudjam mutatni a jelenlévőket. Ha lehet, hogy találtok ismerőseket, így a lényeg, nem akarom mondani, nekem is vigyáznom kell az idemre, a sok szeretettől, amit tőletek is kaptam, meg amit tőletek is nyugdíjba kaptam, ők először jöttek ide azóta, hogy nyugdíjas vagyok, és először vagyunk így együtt. Az ömének osztályfőnöke is voltam, ha nem osztályfőnöke, akkor tanárbácsia voltam, a Sramni zenekarban, meg egyebekben, és most arra kérlek titeket, hogyha van időtök, és remélem, hogy van egy kis időtök, ott hátul készítettek most gyorsan egy kis fülőhelyet. Szeretnénk egy nótát énekelni, amit ti is tudtok. Valaki ismeri, akkor kapcsolódjon be. Állítólag egy-két óra alatt meg lehet tanulni. A jobb hallásról. Nézd a szöveget egy picit. Száll az édes madárda, zöld elő lombok alatt, sejme szellő zsigokat, e kedves napot. Na, tudjuk, hogy ez a dalom, la 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 la. Száll az édes madárda, az a dallam, ugye? Béke legyen mindenkivel, e kedves napon. Lálászva! Thank you.
olyan tanítványaim, nem, de nem akarlak öregbíteni bölgyeket. De amikor Gyurka az állókába állt, mert ugye valahol annak idején még volt ilyen, hogy állóka, aztán közben jöttek a Mari, meg a Anikó, meg a, akik oda jártak, Éva. Hát akkor a Gyurka ott kéne elő szobába, ott járta a köröket az állókába. És benne az, az volt, amikor jött a, emlékszem, az Arira mondta úgy, hogy tititá. Amikor megláttam, hogy amikor kottáztuk, a gyerekbe összejött az a dolog. Csak szintén, nincs harag, ugye? Nincs harag. Ilyen is. Sajnos nem kell az életet. És azért ez a csapat még olyan volt, hogy úttörők volt. Igen. Így van? Igen. Gondolkodtunk, hogy itt vagyunk. Én voltam a rajvezető,
vörös nyakkendővel. Nincs magam. Az is egy nagy kulcs volt. Te kisütöttál csecsenekhez, ugye? Meg a Móni, kettek, tényleg. Tehát olyan jó úttörök voltak, hogy kimehettek a csecsenekhez, és te, hogy hívták azt az illetőt? Aslan Maszadov. Aslan Maszadov. Ismerő? Ismeritek? Na figyeljetek, ő lett a csecsenek. A csecsenek vezére lett. És az ő lányával voltam egy táborban. Sokáig leveleztük is egymásra. És az egész világ őt akarta megölni. Tudjátok, volt ez a balé. Ja. Ilyen helyre küldtem én a gyereket. Még egy szóri, aztán énekeljünk inkább. Amikor Erzsi, Gabi, ti voltatok Zánkán egy ilyen egyhetes jutalom úton. Kuncsabi is ott volt, ugye? Képzeljétek, közben mi meg Szepezzen voltunk a lányokkal, a gitárosokkal. Szemesen. Tehát Szemes itt van, Zánka ott van, pont szembe. Aztán végre letelt nekik a zánkai jutalomút. Akkor átjöttek oda hozzánk Szemesre. És azt mondja a Kuncsabi, a egyik főúttörő, nagyon jó beosztása volt, zsebkendő felelős, vagy mi volt, az komoly funkciója volt, nem valami, vagy szallag felelős, vagy gyakkendő. Azt mondja, hogy tanár bácsi, vagy Gyuri bácsi, nem tudom, tanár bácsi voltam, jó. Azt mondta, hogy ilyen börtönben még nem voltunk. Amikor jó idő volt, akkor kézi munkafoglalkozás volt. Amikor zúgott az első hideg volt, akkor fürdés volt. Úgyhogy tehát, körülbelül ez volt a mi úttörő életünk, de az is egy, az volt a mi fiatalságunk, mint ahogy nektek is, hát ti is akkor voltatok fiatalok. Dalárdam, egy szép nótát. Meghallgattunk a... Igen, az csak a jó Isten tud.
Hallottátok már? Elején nem akarta két szólamba énekelni, de most már úgy vagyunk vele, mint a Tarjáni templomban. Már mindenre tercenek. Így van? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambon, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambon, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Járhatunk úton, vagy havas egytetőn, sűríthe száz hivatargalambon, szívembe te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Járhatunk úton, vagy havas egytetőn, sűríthe száz hivatargalambon, szívembe te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. És ezt képzeljétek el három szólam. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vigába gabonát, állva kezembe parolát. Lámpába lángot ne keljen, korán az ágyra hevennem, kérdésre vár, adjon az Isten fényeket, temető helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. La 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 la. Gyöngyvirágot szednék, meg tudod, hogy mi a szerelem. Gyerelem az erdőben, gyöngyvirágot szednék, meg tudod, hogy mi a szerelem. Meg tudod, hogy mi a jó, meg tudod, hogy mi a Rambi időszak is. Gyere velem az erdőbe szállni. Jó, de elmondhat a lányok máskor. Jó lett volna,
Margitta van egy nagyon nagy dolog az életünkben, a legnagyobb egyike. Ti is nagyok vagytok, Galános mindenki. De az, hogy csinálhatunk egy Mária ima helyet a Fekete Kőben. Ami nekünk egy hálaadó emlékhely, hogy mi így élhetünk, hogy mi ilyen barátokat kaptunk az életbe, hogyha elfogadjátok, aki itt volt, szeretnék átadni erre a Feketekői Mária ima helyről, lehet, hogy már valakinek van is, ez németül van, tehát a dalárda biztos, hogy hazamegy egyből. De amit kérnék, ha arra jártok, jó? Oda van írva, hogy bármikor, ha erre még mond szíved, üdvözlő. Ha ezt elolvasod, így van? És ránk gondolsz, akkor mi majd ott is gondolunk rátok, jó? Mert az a ti feladatotok lesz, és sétáljatok el arra, jó? Vigyétek el az unokágat, és akkor mondjátok el, ez az öreg Stéli. Nem, emlékszem még valamire, hogy ja, volt valami. Jó, de nem, de most félretéve a humor, tényleg úgy van, jó? Tehát ez maradjon meg emléketekbe. Hát, ha össze tudunk jönni, akkor jöjjünk össze, és adja meg az Isten, de ha nem, akkor ott jövünk össze, jó? Gondolatban, jó? Na akkor Isten áldjon titeket, és akkor hadd adjak mindenkinek egyet, és amikor akartok, mehettek, amikor, ha nem akartok, és akartok maradni, annak is örülök. De mi szerintem?